nincs az, hogy valami, ami nem kézzel, ami nem megfogható, ezt így meghatározza, és elkezd róla beszélni, mint egy ilyen létező erőről, vagy létező... Ez létezik. Csak nem tudod ugye megfogni ezt, ezeket a... Hát vagy elvi dolog, yeah. Vagy bármi. És ő ezt így nem is érti. Tehát ahogy így mondom neki, így látom, hogy mosolyogni kezd azon, amit csinálok. Mert hogy én olyan furcsa vagyok ahhoz képest, amit ő megszokott, mert hát bazd meg, miről beszélsz, itt ez van, amit látunk. De ez a legdurvább, nem, hogy így pont ezt teszi szerintem az embert emberé, mert hogy van az állat, és szerintem az ember is egy fajta állat, mert csak akkor válunk ki az állatfajból, hogyha túl tudunk nőni a saját korlátainkon, mert különben csak tényleg egy saját egy faj vagyunk. Most az, hogy tudunk tárgyakat készíteni, az szerintem nem egy ilyen... Ez eszköz használat, más állatfajoknál is megjelent már a cíveztem, hogy nem egy nagy kormisztrózuszit. Lehet, hogy pár száz év múlva előjön a majmoknál is az, hogy elkezdenek komolyabban használni összetettebb eszközöket. De már egyébként a fecskefészeképítés is egy egész érdekes dolog, tehát hogy... Hát, mondjuk ezt szerintem inkább ilyen gondold el, hogy ősztöni dolog, mint a póknál a hálasz. Azért, de most gondold el, hogy a sarat meg a szalmát így oda hordja, és ezt ő megcsinálja, mint a vályok téglát az ember. És az, hogyha már ilyen elvi dolgokról beszélünk, vagy ilyen olyan dolgokról, ami rajtunk túlmutat, és majd egy következő generációnak a érdekeiért teszünk mondjuk egy olyat, hogy nem szemetelsz, vagy hogy mit tudom én, olyan dolgokat csinálsz, hogy majd később jó legyen másnak is. Szerintem egy ilyen teljesen ilyen magasztos, ilyen rajta túlmutató dolog, ami pont ezért tesz téged azzal, aki vagy. De hogyha már Istenről van szó, hogy Istennek a megfogalmazása is ilyen lehet, hogy Isten is saját magán túl tesz azzal, hogy mondj, szabad akaratot ad a teremtményeinek. És hát akkor ő saját magát már ki is mondhatja az egyenletből, mert akkor tud így kész van, és akkor így működik az egész egy terráriumban. Ez a deizmus, csak így megalkotja az egész környezetet, majd kibont a környezetet. De persze olyan elmélet is van, ahol meg ilyen előre predetermináció, hogy nincs szabad akaratod igazából, mint előre eldöntött az Isten, hogy te mit fogsz felkerni, hogy fogsz lenni. Ez csak egy illúzió, hogy ez a teremtésed. De íze is. Hát egyébként ugyanez van most, csak már ugye az Übermensch korában vagyunk, amikor tudod, a felvilágosodás után nem az Isten a meghatározó az ember számára, de már nem is az ember, hanem már az emberen túl mutatunk, és akkor vannak olyan emberek, akik az embereknél is emberebbek akarnak lenni, tudod, amikor így beölt, amikor ezek az ecsethajuk izék, tehát, hogy ő sokkal jobban trendibb, mint te, és ezzel ő nem tudja, hogy igazából azt képviseli, hogy ő emberebb nálad. De, hogy jobban tudjon érvényesülni, mint te. De ő ezt nem tudja, mert ő csak ebbe a játékba játszik, és valójában az van, hogy most már az Übermensch-nek a korát, a szuperembernek a korát éljük, hogy ketté szakadt ugye a társadalom, vannak a felső réteg, meg van az alsó réteg, a középosztály az eltűnt, és vannak a jobb emberek, meg vannak az emberek. És valaki az meg ilyen olyan életet él, mint szinte, mint egy Isten. Szerintem ez tök Dubajban ilyen aranyautomaták vannak. Ez más. Szerintem ez egyébként persze, nyilván, hát a saját értékrendet szerint oké, de azért attól függetlenül a világban van egy általános ilyen... De hát ez a materialista... A materialista világrenden belül. De az meg, amik Dubajban vannak, hogy
ilyen égi golfpályák, olyan, hogy ilyen 100 emeletes ház tetején, és akkor, de tényleg ilyen az, a, amit a Krisztvel is mondott, hogy a praktikum az a... Az ilyen megalkulás. Igen, tehát, ő, hogy a, aki nem praktikus, az a luxus. Mert tudod, nekünk minden a praktikáról szól, hogy a legkisebb helyből a maximumot kihozzuk, meg nekem, én kicsit maximalista is vagyok, hogy a lehetőségeimet kimaxoljam, de aki meg a luxus szerint él, az pedig nem számít semmi se, és de ugyanakkor mind a kettőt meg tudom érteni, csak azért nem tudom én az nem. Övét átérezni, mert tudom, hogy egy véges világban vagyunk, és tudom, hogy ez egy körforgásnak a része, meg azért én nem tudok úgy pazarolni, hogy közben tudom, hogy mások meg, mit tudom én, gondolod, hogy Afrikában valaki lehet, hogy egész napot dolgozik egy tál rizsért, vagy egy pohár vízért, és nekem azért van lelki furdalásom. És ezek meg azzal nyugtatják magukat, hogy jó, hát én ahhoz semmi közöm nincsen, meg nem tudom összefolyásolni. Persze, meg hogyha nem veszed meg ezt a pazarló dolgot, neki ugyanolyan szemben. Úgyhogy miért ne vennéd meg? Nézd, hogy így elhárítod a személyes felelősséget. Ne. Hát meg ez, hogy te egy gyerekek bányásznak ki olyan nyersanyagokat, amiről mi nem is tanultunk. Én emlékszek arra, hogy koltánról tanultam volna az iskolába, vagy bárhol. Akkor ez még nem baj sehol, ez a kóstolatom business, amikor mi erről tanultunk, és ahhoz kell kezdeni. És hogy van, de hogy ennek a szuper egónak a segbe baszott továbbizélása, az az, hogy csinálsz egy YouTube csatornát, ahol ilyen telefonokat törsz szét, ami, érted, így ő kibányász a gyerekként, idehozzák Európába, egy tök más országba a technológiát kiviszik, mondjuk Kínába, és utána újra visszahozzák, igen, és akkor te már így a habos tortának a csúcsáról a cseresznyét pedig megkapod, és így nem eszed kukába, meg, hanem így kibaszod a kukába, és abból élsz meg, hogy azért kapsz pénzt így a YouTube csatornádból, az meg így azért meg tudsz élni, ilyen milliók, mellesleg milliók követnek, akik ugyanilyen elbaszottak, és hogy erről nem beszél senki, hanem ez így tök természetes. És soha nem fogják ezeket az embereket, mert ez is senki nem fogja. Nem az, hogy összekuporgatod a pénzt a szaros iPhone-hatra, hanem hetente elbaszol egyet, így tök forraszlagosan, és így megtartod. Mert olyan társadalmi szimbólum, hogy már mindenki azt mondja, hogy na ez, igen, ez a fasz a gyerek. De hogyha az lenne, hogy hogy abból a pénzből, amit erre költenél, mondjuk így segítenél valaki szegénynek, az így nem lenne menő. És így leiratkoznák rád, és így, hát így nem ezt vártuk tőled, ilyen hozzászólások jönnének. Mondjuk az az érdekes, hogy Amerikában meg pont elvárás az, hogy hagadtak, vagy akkor valamilyen szinten vissza is vagy így, ilyen segélyszervezeteknek. Jó, de ez olyan, mint a Bill Gatesnek, hogy így ad így, mit tudom én, ilyen szar szervezeteknek ilyen pár milliót, és akkor fodrászra vagy akármire meg elkölti a tízszeresét. De komolyan ilyeneket lehet hallani. Nem, ott is azért elítélik ezért. Ez csak tudod így a ilyen plebsznek van ez a közembernek, aki már így hanyat dobja magát attól, hogyha valaki egy milliót adakozik. Aztán közben naponta megkeresi. Jó, hát biztos, egyébként sokkal többet is tudnának adni, de hogyha nem adakozol egyáltalán, akkor totál megvetnek. Hol is volt ez a... Az Oscar-díj átadáson volt ez, hogy pedig ment körbe a kalap, és gáz volt az, hogyha nem adakoztál. Yeah. Vagy sütit árultak? Vagy sütit árultak, és gáz volt az, hogyha nem vettél. Ja. Jó, hát most azoknak nem nagy dolog szerintem, ilyen meg tempomba is. De hogy ez az egész az elbaszott társadalomról szól, hogy ők nem tudják azt, hogy mennyire szar az egész, csak ők azt látják, amiben éppen szocializálódnak, és ők a saját magukhoz képest mérik az egésznek a nívóját. Tehát, hogy
itt az kéne bazd meg így Európában, meg az ilyen fejlett országokban, hogy így lemenni a gödör aljára, hogy osztálykirándulások Afrikába, de így a full izébe, a éces ebolás izékba, és akkor ott megnézni, hogy mint tudod, volt is ilyen tévéműsor, hogy ilyen divattervezőket elvittek valami indiai, nem tudom hova, és ott így sírtak, hogy nincsen izé, de ilyenek. Aztán ott olyanok voltak, hogy a csajnak meghalt az apja, az egyik ott lakó csajnak, aki ilyen égpérrel dolgozott, és nem tudták eltemetni az apját, mert nem volt el pénzük, és így ilyen tök kiakadtak az ilyen jó módú fiatalok, akik ott így azt látták így egy időben. Ilyen van amúgy, de most képzeld el, hogy kiakadnának a szülők, hogy se a malária oltás, meg ilyenekkel dolgozni a gyerek. Ezt megígyük már kárnának. De ilyen sincs, hogy malária oltás, meg olyan sincs, hogy sör, meg olyan sincs, hogy autó. Hát ott persze, mert... hogy nincs, de hogy te nem akarod vinni. Nem ott, hanem hogy itt sehol nincsen de ilyen. Ezeket mi magunknak hát... találtuk ki, ezek ilyen olyan, mintha magunkat leszoknánk kb. De komolyan, meg a ruha, meg ezek, ez semmi nincsen igazából. De most azt állítani, hogy a mi emberi konstrukció az nem létezik amúgy. Jó, nem úgy értem, hogy nem létezik amúgy, hanem úgy értem, hogy ide jön egy idegen civilizáció, és azt látja, hogy mi a saját hülyeségeinket magunknak csináljuk, hogy szórakoztassuk magunkat, mert hogy olyan nagy egyébként a világ, hogy úristen, ezt én nem is akarom megismerni, inkább így benyomom a fejemet a gödörbe, és akkor nem akarok tudomást venni a környezetemről, mert én ezt tudom csak megérteni, erre nincsen kapacitásom. És ez már így hatványozottan létezik, mert hogy ó, mi európaiak vagyunk, mi nem akarunk az afrikaiak problémájával foglalkozni, valahogy globális társadalomról beszélünk, meg izéről, globalizációról, meg új világrendről, meg ilyenekről. Hát de akkor már mindenki ezt mondja, hogy érted most az ő problémájukat miért mi vagyunk majd, közben meg... De hallod? Ez akkor már felelősséget vállalhatnánk között. Én azt nem értem, hogy miért nincs az, hogy ide jön egy idegen civilizáció, és most független attól, hogy van-e vagy nincs, miért nincsen az embereknek egy képviselője? Tudod így? Hát és ki lenne az? Már abból persze, egy világháború lenne. De még mi mindig az ilyen ős emberek, akik mint a majmok összeverekednek a banánon, szinten tartunk, hogy nem tudjuk megválasztani azt, érted? Na most Amerika elnöke legyen, vagy Oroszország elnöke, vagy... Tehát már országokban se kéne gondolkoznunk, de eleve hanem... alkalmatlan egy faj arra, hogy globális szinten egy társadalmat alkosson, érted? Nem, szerintem lehet. Nem az, de hogy... Paradigmaváltásra van szükség, és... Maximum 50 fő képes az ember elfogadni. Az igaz, az igaz. Társadalomban éljen vele. A fölött már kellemetlenül érzi magát az ember, mert egyszerűen erre van bekódolva az agya. A fölött már tömeg van, érted? Nem mindenkit ismersz, nem tudsz, hogy mire számíts, milyen reakciókat várhatsz az emberektől, és feszülten érzed magad. Hát ez a baj a demokráciával, ugye, hogy arról szól, hogy ugye mindenkinek a közjóját segítse. De igazából az pont mindenkinek rossz lenne, mert senki sem tudja az egyéni akaratát érvényesíteni, mert mindig egy kicsit megalkovásra, meg kompromisszumra kell hajlani. És a végén az lesz, hogy ilyen szuper társadalomban, hogy senkinek se lesz jó, de ugye mintha mindenkinek jó lenne, érzetben élünk, és a végén ott tartunk, hogy így rám szólnak, bazd meg, hogy hogy merek én a saját jogaimért, meg ami engem alapból megillet kiállni, és különben is bazd meg, mi az piszkálta, hogy neked van valamit, mert neki nincsen. Persze, neki kölcsene van, neki tele, és akkor igazából, amit megvette, abból az se az övé. Sőt, egészen ilyen személyeskedésig így elmegy a dolog, de már olyan szinten bazd meg, hogy mi az, hogy neked macskád van, vagy akármid, de tényleg így akármit bemutathatsz. És akkor ott tartunk. Hát ez már egy elvi kérdés, hogy egy élő lény fölött gyakorolni. Jó, az más. Jó, de most csak így hülyeségben mondtam, de mondhatnék GoPro-t, vagy akármit, vagy WC papírt, vagy bármit, mert még lehet, hogy neki az sincs. És az meg így ott tartunk, hogy
ő úgy próbálja magát pozitívra kihozni, hogy téged negatívba lehoz. Tehát, hogy ő nem akar már így följebb menni, hanem inkább téged lehúz a szintjére, és akkor úgy tudja saját magát prezentálni jó, vagy hát, ja igen, pozitív irányba. Az üzemoktatás ennyire nem működik a modern világban. És az az egésznek a izéje, a legnagyobb csapda, hogy hogy oldjad meg ezeket a problémákat fasizmus nélkül, tehát mint a Hitler. Tehát, hogy népirtás nélkül, hogy tudod megoldani ezt az egész dilemmát. Mert ő csak úgy tudta megoldani, hogy kiírtani egy másik népcsoportot, és akkor egy új világot csinál onnantól ilyen tiszta lappal. Ez is csak azon alapul, hogy is egyébként erre pszichológiai kísérletek volt ilyen gyerektáborokban, tehát a legszennyezetlenebb emberi elmét vizsgálni, hogy a gyerekeket, hogy két ellenséges tábor csak úgy lehet kibékíteni, hogyha egy közös ellenséget kijelölsz, és az ellen összefognak. Ez volt a zsidók, az összes többiek nem működik. De hát így ugye nagyon nagy összetartást lehet kiholni, és ebben rejlik az erő is. De akkor mindig kell egy ellenség. Hát volt olyan kísérlet is, hogy hasonló eredményt lehet egy közös cél kijelölésével elérni. Szerintem így az ellenség az így a fejlődés, vagy az ilyen, tehát az olyan, nem maga a fejlődés, hanem az ilyen nehézségi faktorok, hogy ezt és ezt hogyan csináljam meg, és akkor a közösség az összefog, és azt a problémát tekintik ellenségnek, ja, és tehát, hogy az ellen menne. Tehát így ebbe kéne gondolkozni, mert akkor most majd az lesz, hogy majd lesz egy egységes globalizált emberiség, és akkor az UFO-k lesznek az ellenségek. Aztán utána meg majd a, mit tudom én, másik faj. És ez még ilyen önbeteljesítő szar lesz. De érted, hogyha egy cél lenne közösen kijelölve, az is ugyanúgy összefogna az embereket. Persze, de nincsen cél. Most nem hogy összefognak, hanem megosztanak, de már a családokat is, és egyszemélyes csoportok vannak. Uh-huh. Tehát, hogy neked mindenhez kell értened az életben, ahhoz, hogy érvényesülni tudja, nem olyan, mint régen, hogy volt a kovács, a hovágó, meg a fék. De ez sincs, hallod most. Hanem most már teljesen ez a kapitalista rendszer van, hogy te egy valamihez érted. És akkor fel kell az mindenért a kérdés. De nem is kapitalizmus van. Pincért nem picolok ki, hanem majd hívok egy szerelőt, és kidugjuk te az én teleszart részémet. Mint a Krisz. De nem az, hanem hogyha kapitalizmus van, akkor legyen kapitalizmus, akkor játsszuk be az meg azt. De ez csak csináljunk mondom, már valamit, érted? Csak csináljunk már valamit. Mert nincs kapitalizmus, ezek már rég le vannak focizva. Hát a boltoknak a polcain, amik vannak, azok már lejátszották előre a lobbistákkal azért, hogy miért legyen. Ott van mindig a legolcsóbb termék, a Tesco-s szarok, meg ott vannak a középkategóriás termékek, meg ott vannak az ilyen nagyon drága termékek. És nem az van, hogy ott van minden termék, nincs ott a Józsi bácsinak a köpült kecske sajtja, meg a Mari néninek a, mit tudom én, a lereszelt alma, a pirsalma lekvárja, hanem az van, hogy ott van két vagy három márka, és a között dől el az egész játék. Hát jó, mert azoknak meg más platformja van, és hogy kimész egy ilyen őstermelői piacra, ott meg nem lesz Tesco-s kukorita konzerv. Oké, okay, de normál vett kapitalizmus az olyan, hogy egymillió terméknek az egymillió versenye ott van hát előtte, és volt, nem tudsz választani. Piac, és akkor szabad verseny van, kapitalizmus és eredeti kapitalizmus. És azt hiszed, hogy te azért veszed le az Oreót a polcról, mert hogy azt te szereted, de igazából a reklám a PR dönt helyetted. Igen. Mert már ott van benned az a elmentett kis eszencia, hogy az Oreo az, mit tudom én, jobb, mint persze, a pilóta kek, és azért leveszed van, azt, mert van egy valamiféle azonosulásod te benne, és így azonosulsz önmagaddal, hogy azt hiszed, hogy ez a te döntésed, nem is a te döntésed, és az meg ezek azt hiszik, hogy van véleményük a világról, ilyen 444, meg Index, meg ilyen oldalakból veszik az információkat, és nem is az ő, tehát, hogy nem az, hogy mennek, és akkor itt megnéz,
nézik, hogy mi van, hanem leszedik a netről a infót, és akkor onnan alkot véleményt, és elmondja, hogy Pistike szerint a világ. Aztán kurvára nem is a saját ilyen így olyan, mint hogy egy a fejét így kinyitották, beleentik a pudingot, ezt így becsukják, és akkor hát Pistike azt mondja, hogy ő tudja, miről van szó. Ez a legnagyobb csapda, hogy te meg tudod haladni működnek, tehát nem kell neked ahhoz direkt Oreo reklámot nézni, hogy azt így, hogy az Oreo olyan kurva jó. Hanem elég, ha fölmész a netre, és akkor minden második poszt egy ilyen oldalon, egyébként amúgy is nézel, arról szól, hogy úristen, de jó az Oreo, és akkor az olyan valóság közelnek tűnik, mert olyan ember teszi ki, mint te, és akkor elhiszed, hogy hú, ez valami isteni király dolog lehet, és akkor ez addig elfajul, hogy nekem is egyetemista szoktársaim vannak, akik így meg vannak győződve, Amerika az olyan király hely, mely már van 20 féle Oreo, és az egyik szülinapi torta ízű, és hogy ez nincs Magyarországon. És ezek erről ilyen 20 percig értődött. Hát, vagy a Starbucks-os. Én meg is kaparom a falat már, hogy mi a fasz. Vagy a Starbucks-os, lehet, hogy nincsen pénzebb az meg így semmire, de azért a Starbucks-ba kávézik, hogy gyűjthesse a Starbucks-os izéket, mint hogyha az meg az bármit is számítana a mai világban. Meg én azt nem értem, hogy tudanak ezek a régi értékek, amik, hogyha megszűnik ez a világrend, akkor mondjuk, mit tudom én, van egy régi présed, egy darálód, vagy egy mit tudom én, egy hűtőszekrényed, vagy most mondok ilyen dolgokat, akkor tudod így, meg fent tudod tartani ezt a színvonalat, amit egyébként is élünk, de ezek az meg így lehullanának, kiesik alóluk így a talaj, és akkor aki izénak élt eddig ilyen trendeknek, az konkrétan így egyből a full jólétből a csövesbe menne át. Kb. Hát ha lenne itt valami apokalipszis-szerű dolog. Akkor úgy kihalna, ezek halnának meg először. Persze, mert másoktól függnek. De nem csak azért halnának meg, mert másoktól függnek, hanem mert így el sem tudja képzelni azt, hogy milyen azt, hogy nem másoktól. Tehát, hogy így most az, hogy megenni ezt a füvet, azt így lehet, hogy életbe maradna tőle, de ő nincs undora hozzá, érted? Hát lehet, hogy van az a pont, ahol már igen. Hát vannak ilyen természeti katasztrófák, utána szokott lenni, hogy beszorul az ember a törmelékkel, és akkor ilyen hernyókra teszik, és akkor kibírja egy hétig. De tudod, mi ebben is a durva, hogy ez sem működik közösségbe, mert tudod, így más előtt nem fogod megenni a hullát. De ott már nincs is ilyen, hogy más előtt. De szerintem senki tuti. Senki nincs az utcán egy ilyen háborús. De nem, az, hogy mint amikor lezuhan egy repülő, és akkor 30-an túlélitek, de viszont 40-en meghaltak, és lehet, hogy így nem eszi meg az a 30 ember a 40 halottat, mert gáz. Hát az elején biztos, hogy nem. Ugye fasz tudja. De ott már az meg le kell vetkőzni saját magának az egóját. Hát ez olyan, mint amikor a gyerekek ott voltak, a legyek ura. Ja. De az is az volt, hogy mint a farokmutogatós játék, hogy kitalált az egyik egy ilyen dominanciát, de. És akkor azt érvényesítette a többieken, és akkor ott bármelyik kitalálhatott volna bármit, és azt ki tudta volna bontakoztatni, és ez van most is a munkahelyeken a mókuskerékben, hogy neked olyannak kell lenni, amilyen azt a közeg elvárja. De igazából, hogyha te saját magadat előadod, akkor neked nem kell dolgoznod sehol, hanem te kialakítod a saját biomodat, vagy hogy mondjam, tehát a saját közegedet. Mint jó, ahogy én. Más, hogy... ezt nem akarja vállalni, hogy mindent önállóan csináljon meg, jó. Mert ez túl sok munka, vagy nem. Hát, mint Észak-Koreából a menekültek, sokszor visszamennek, mert mégiscsak jó az, hogy helyettük döntenek, de ja, szerintem az meg akkor nem emberi az az egész lét, amit élnek. Hát, de ha abban ősz fel. Nyilván, hogyha abban szocializálsz, de egyébként, hogyha farkasok között nevelkedsz, akkor meg az a természetes, mint ahogy Romániában vannak olyan gyerekek, akiket konkrétan kutyák nevelnek fel, és ugatnak, meg minden, és nekik meg az a természetes, de itt most mi elkölcsről, meg emberi értékekről beszélünk, és ha már így a táplálék piramis tetejére helyeztük saját magunkat, egyébként szerintem egy kicsit nagyképű dolog, akkor szerintem pont az tesz emberré, hogy neked legyen arra egy ingered,
hogy úgy viselkedjél, hogy te minden helyzetben úgymond felül tudjál kerekedni, és vezető pozícióban legyen. Hát érted, ha már kineveztük magunkat csúcsragadozónak, akkor persze nyilván ez a tüzelés, hogy akkor minden helyzetben megjeljük a helyünket. Ja, csak úgy neveztük magunkat csúcsragadozónak, hogy mondjuk voltunk 10, és abból egy volt csúcsragadozó, az a másik 9, az meg annak az egynek volt az ilyen izéje. Igen, csapatban megörő. Hát a csimpánzok több egy vadásznak, azok is így... Jó, de ha meghal a falka vezér, akkor lehet, hogy lebukik az egész izé, és majd egy ilyen 3 vagy 4 generáció után lesz megint egy olyan domináns valaki, aki föl tud. Mindig van rivál, és mindig váltják egymást, nem tudom. Most ilyen teszkós izékre gondolok, ilyen dolgozókra, az meg aki nem mer azért szólni, mert azért lecsökkentették a fizetését, és akkor abból a legdominánsabb kirúgják, és akkor megmaradnak az ilyen full csicskák, és akkor tudod így azokból már kurva sokára lesz megint valaki full domináns. Valaki ki kell nevezni, és aki abból a tömegből a legdominánsabb, lehet, hogy nem annyira domináns, mint az előző, de abban a helyzetben, ha belerakják abba a posztba, akkor belekényszerül, hogy igenis olyan domináns legyen, és elvezesse a csapatot ugyanúgy, mint az előző ember. A legdarknessing, hogy kibontakoztatták, mert ilyen full kis csicska volt, aztán előhozták belőle a vadállatot. De el is költözött szerintem. Nem tudom, mert egyszer én is ilyen leszek. Na mindegy, ennyi a mesemára.